azért a az tudnevezett 15 perc hírnévén, amit Gyula is említett, azért igazából elképesztő árat fog fizetni hosszú távon. Tehát, hogy az, annak a, az ára, hogy ő róla, most róla szól a teljes magyar média, és egy ilyen kontroverzális karakteré vált, az, az, az nagyon nagy lesz. belpolitikai témával megyünk tovább. Ugye a héten a közvéleményt rendkívül megosztotta a Pankotai Lili szereplése a múlt hét vasárnapi tüntetésen. Sokan teljes melszélességgel kiálltak a lány mellett, míg mások kritikusan nyilatkoztak. Egyébként a saját iskolája, a Pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium igazgatója is elhatárolódott Pankotai Lili felszólalásától, hiszen mondandóját hát eléggé trágár, obszén kifejezésekkel tűzdelte, és így próbálta kifejezni elégedetlenségét az oktatási rendszerrel kapcsolatosan. Vendégünk a témában, is itt van a stúdióban, sok szeretettel köszöntöm Pálfi Gyula, történelem és média tanárt a Bornemisza Péter gimnáziumban. Szia Gyula! Mindenkit szeretettel üdvözlök, köszönöm a meghívást! És itt van velünk Longauer András, a Hitrádió online főszerkesztője. Szia András! Szervusz Andrá, téged is köszöntöm, és köszöntöm a hallgatókat. Először akkor András, arra kérnélek téged, hogy egy kicsit foglaljuk össze így a hét eseményeit, hogy igazából hogyan robbant be ez a hír, mert ugye sokan azt is megfogalmazták, hogy, hogy miért erről beszéltünk mi egész héten, és miért nem a valós problémákról. Igen, ez egy jogos kérdés, és nagyon érdekes megfigyelni azt a folyamatot, ahogyan egy percről percre tudósításban mellékesen megemlített beszédből, hogyan lett a jelenlegi belpolitikai közéleti párbeszéd legmeghatározóbb témája. Itt leginkább a transparens újságírás alapítványnak van egy nagyon jó sikerült összefoglaló, én most ebből szemlézgetnék, és ez alapján vennénk végig. Szerintem nagyon jó sikerült. Ugye ők végigvették azt, hogy hogyan volt megfigyelhető ez a folyamat, és, és igazából hogyan volt mindkét fél felelős abban, hogy egy olyan, ö, hát az én magám véleményem szerint azért nem egy túl meghatározó valamit. Tehát most ö, persze lehet ellene is, meg mellette is érvelni, hogy ez uh -huh, most miért uh -huh. volt jó, miért volt rossz. Egy slam beszélünk, igen, ugye igen, majd egy, a műfajt is igen, Gyula igen, elemzi. Igen, igen. Hogy egy, egy teljes ilyen ö, ö, nagy tüntetésből egy ekkora kis részlet kiragadásáért, igazából mind a két oldal felelős volt többek között. Ö, és az is megfigyelhető egyébként, hogy a, a amennyire ö, nem örültek csomóan annak, hogy ilyen stílusban fogalmazott a hölgy. Legalább ugyanilyen stílusban közölték ezt a komment szekcióban, ezt is a legelején megemlíteném. A, egyébként a nagyon sok platformon erről beszéltek is egyébként, leginkább ugye kormánykritikus oldalon, hogy, hogy, kicsit kontraproduktívnak tűnik az, hogy a a, a trágár lányt, a osztjuk a komment szekcióba bizonyos csoportok ezt tették. Uh -huh. Uh -huh. És hát a, a, az a helyzet, hogy hogy ez mégiscsak egy olyan ö, tényleges, egy olyan részlet, amit azért szintén fontos megemlíteni, mert hát ugye természetesen itt mindkét oldal egy kicsit saras az ügyben, csak ezt akartam kiemelni. A, az egész ugye úgy kezdődött, hogy a, a Telex volt a legelső, aki ennek a súlyát úgymond meg, megmérte, vagy érzékelte. Ők voltak, akik a Percőperce tudósításukban ennek szenteltek egy blokkot. Egyébként ezt a többi. Ö, ö, platform a saját percről percejükben nem tette meg, uh -huh. viszont a hírről később beszámolt ugye a Telex, a 444, az Index, az Origo és a Magyar Nemzet is, ez volt az első hírhullám, amiben erről ö, tudósítottak. Ők leginkább ö, a, ö, azt találták ö, ö, tudósítani, hogy az iskola elhatárolódik, tehát ez volt az első olyan nagy katalizátor, ami ugye a témát így fölemelte az asztalra. De ez kormánykritikus oldalról? Leginkább Első igen, sorban? hát ugye Aha. amikor ugye ez a kritika megfogalmazódott, hogy nagyjáran ez az elhatárolódás az igazgató részéről, ugye akkor több oldal is egyébként erről beszámolt, de természetesen ugye leginkább a kormánykritikus oldalak voltak azok, akik ezen egy kiakadtak. Hát, kiakadtak mondjuk felháborodott hang nemben számoltak. Hogy képzeli be, hogy, az igen. igazgató, hogy egy ilyen hát hangvétel... Elképesztő egyébként nem is tudom, tehát hogy <laughs> oh, vajon, vajon hogyan, de a lényeg az, hogy, hogy ez volt az első lám. Aztán nem sokkal ezután a Molnár Áron, illetve a, a, az Adom Diák mozgalom, aki ugye a tüntetés szervezésében erőteljesen közre közreműködött mindkét fél. Pontosabban a... mondjuk el, hogy a Noár kérte föl igen, a lányzót, igen, hogy mondja föl és ezt és a levélben, is utána mellette. Mm -hmm. uh, az a helyzet, hogy ezekről is és észre is érdekes megfigyelni, ezekről a kiállásokról a Telex meg a 444 számolt be, viszont az Index, a Magyar Nemzet és az odigó, ugye ez ezt az öt lapot szemlészte leginkább ugye a Transparens Újságírási Alapítvány, ezek nem számoltak be. Tehát, hogy így ment az elhallgatás már ez elején elindult, ez a, azokat az aspektusokat, amik úgy nem voltak szimpatikusak ennek, annak azokat így elhallgatni hír, tudósítás szempontjából. Az elhatároláshoz kapcsolódóan ugye volt egy pécsi flashmob is, erről is csak a Telex és a 444 számolt be, a Telex még helyszíni tudósítás alapján is, tehát eléggé prioritásba helyezték az ügyletet. Az is érdekes, hogy például a 444 volt a legtöbb bet foglalkozó portál, aki ezzel a témában foglalkozott, ők sok anyagot írtak a témában, sőt, egy reggeli hírlevél után egy szellai hírlevélbe is bekerült, tehát még a, annak is a fő tematikáját ezt határozta meg. Sőt, a címet, még az egyiknek a címe az is az volt, hogy figyelem csúnyán beszélt egy 18 éves lány. Tehát azért itt szerintem megfigyelhető, és ezekből az információkból, a, vagy ezekre alapozva, hogy kifejezetten mind a két oldal, az egyik oldal az egyik oknál fogva, a másik oldal meg a saját érdekeit nézve, felfújta egy picit szándékosan. Uh -huh. Tehát azért nem gondolnám azt, hogy azért egy ilyen tematika feltétlenül a, a, a hírlevél tárgyáig kellene, hogy felduzzadjon, uh -huh. uh, de hát úgy tűnik, hogy valahogy mégis ez történt. Um, az az legérdekesebb egyébként így összesítve talán hogy az eseményeket, hogy például a, a, az Origol és a magyar nemzet, meg ugye olyan részletekről számolt, amit ugye meg a másik fél hallgatott el, hogy, uh -huh. hogy uh, Lendva Ildikó, például az 56-os hősök és a trágár kislány között ugye párhuzamot uh, vont. Ugye, most ezt természetesen megint ugye külön Könnyű kiért... a ma hősé válni. Ja, külön, Külön kiértékelendő persze, hogy, hogy, hogy ennek ugye mennyi valóság alapja van, viszont az is érdekes tény itt is, hogy, hogy mindenki ugye megint ugyanazt az oldalt kezdte el ugye prezentálni, nem ugye neki jobban kézre állt, vagy aki kényelmesebb volt. Uh -huh. Összességében egyébként úgy fogalmazott az összesítésben a az alapítványa úgy, hogy az index tűnt talán a legsemlegesebbnek Aha, az egész történetben. Vagy? Ők egy ilyen véleménykörképpen járult hozzá a sztorihoz, meg így igyekeztek egy ilyen általánosítottabb uh -huh. tudósítást összeírni. Az ő elemzésük szerint, most én nem rájuk hagyatkozom, én is olvastam, egyébként, nekem is úgy tűnt, egyébként, hogy az index az ebben egy picit kiegyensúlyozottabb volt, de egyébként tényleg megfigyelhető volt egy ilyen extrém szélsőséges uh -huh. ütközelés igazából a magyar médiában. Érdekes. Talán egyébként így a választások óta a, a, a tanár, Tüntetésekkel talán újra kiéleződött ez a média ellentét, viszont az utóbbi időben azért nem volt annyi téma, amiben ekkora uh, erővel csaptak uh -huh. volna össze, úgymond a média titánya idézőjelbe, hogy teljesen ilyen elképesztően szélsőséges és ellentétes álláspontokat hangoztattak. Ügyhogy, úgyhogy ez egy érdekes folyamat. Uh -huh talán jó bemutatja azt, hogy ez, ez, a téma is igazából egy jó megszokott média pingponggal indult el, hogy, hogy az egyik oldal bedobta, a másik oldal az megtalálta a saját fogását a témán, aztán uh -huh. a másik oldal is, és akkor hát egy adok kapok igen, igen, két irányon. Nyilván az is már egy vita téva, hogy, hogyha kiáll egy ilyen 10 éves lány egy ilyen hangnemben előad egy hát, művet, vagy nem tudom, minek uh -huh. nevezzem, akkor most azzal kell lefoglalkozni. foglalkozni? Én megmondom őszintén, szerintem kell, mert ez egyfajta korrajz is. Úgyhogy én ezt nem látom annyira ördögtől valónak, hogy ez bekerült ilyen szinten a közbeszédbe, de akkor ti is mondjátok mm -hmm. el a véleményeteket. Gyula, te mint tanárember, mm. valóban ezt mindenki elmondja, hogy a tanárokkal kapcsolatosan tényleg vannak problémák, gondok, amiket mm. már nagyon, nagyon itt lenne az ideje, hogy rendezzenek, és mennek is a viták, hogy hogy kéne ezt rendezni. És akkor így mellékágon bejön egy ilyen jelenség, mm. szerinted érdemes -e ezzel foglalkozni? Hát feltétlenül, mert a közbeszéd, ahogy utalt is rá az András, ez egy nagyon képlékeny gyurmához hasonlít ami azt jelenti, hogy a médiának mindig téma kell. És a választások óta ez az leginkább, ugye ez a tanárkérdés, én örülök ennek egyrészt, hogy fölfigyeltek a mi szakmánkban lévő nehézségekre, mert ezek valósak. Tehát Igen. ezeket nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Viszont ennek a kifejezési módja, hogyha már átmegy egy olyan fajta vulgaritásba, hogy szinte nagyobb kárt okoz magának a témának, akkor már a, a nem csak a ló túlsó oldalára estünk át, hanem taszítóvá válik egy átlag normális polgári műveltségű ember számára. Tudom, hogy nem ők vannak. Van a még többség. ilyen Igen, igen meg láttam, láttam, is az arcodban a megrökönyödést, hogy valóban erős szeretnék beszélni, inkább a populáris közéletbe vagyunk már benne, ez egy csak nem száz éven át tartó folyamat a John Lukács történésre szeretnék utalni, aki már konkrét példákkal leírja, hogy körülbelül az előző századforduló óta folyamatosan silányosodik a közbeszéd. Olyan fajta populáris kultúra alakult ki, ami ön Magában nem lenne rossz, hogy a széles rétegek is megértik a közszereplőknek a mondandóját. A művészet az több embert elér, hanem az egésznek a színvonala lefelé megy a könnyű érthetőség számára, a gyors, azonnali impulzusok számára, és ennek itt értünk a témákhoz egyik eklatáns példája, hogy a trágárság az mindig egy ilyen avantgárd újításnak felelt meg a művészetben mindenképp. a, a nézzük a, a 20. század elejű verseket, ugye a, a forradalmi irányzatokat, a filmművészetben is látszik ez, és most elérkeztünk oda, hogy a politikában ez áttört egy olyan falak itt Magyarországon, amikor az emberek úgy látják, hogy, hogy valami valamit fölfedeztek. Legalábbis csomóan úgy látják, hogy, hogy végre ez az igazság. A prüdériának vége, ilyet is olvastam. Ó, én is. Igazából. A, igen. Pedig, ez a prüd szó, tehát aki, aki, hogy mondjam, nehezményezi, vagy kritizálja a megnyilvánulást, na most arra rá van sütve, vagy akkor prüd, prüd igen, vagy. Egy bélyegragasztásról van szó tipikusan, és valóban mindkét oldal túllőtt a célon. Az a helyzet, hogy ezt több módon is lehet utalni erre. Lehet, lehet, ezt úgy magyarázni, mint egy, egy tipikus média lévő jelenséget, hogy be is fog kerülni szerintem pár év múlva, hogy van egy bizonyos hír, ami önmagában talán jelentéktelen, de ez alkalmas arra, hogy visszanyulásokat teremtsen. Úgy szokták ezt mondani média tankönyvekben, hogy a média a közbeszédet tematizálja. A tematizálás ugye azt jelenti, hogy bedob olyan témákat, gumicsontokat, gyurmákat, amikhez mindenképpen kell viszonyulni a kicsit is értelmes embereknek, és azért az emberiség nagy része mégis mégiscsak hírfogyasztó, akár ezt bloggerként, vagy youtuberként, vagy bármi, tehát egyre kevésbé ugye a televízió határozza meg, hanem más platformok, de ezeket fogyasztják. A fogyasztáson nagy hangsúly van, mert a fogyasztás az nem jelent egy tudatos értelmezést. A tudatos értelmezéshez idő kell. Például olvasás képességgel, tanárként is tapasztalom, valós számuk vannak mögöttünk a mi munkahelyünkön és máshol is, hogy egyre nehezebb, egyre több olvasási értési nehézséggel küzdő gyermekkel kell foglalkozni, a fejlesztő tanároknak egyre több munkájuk Igen. van. És ez azt jelenti, hogy, hogy ez, egy, ez egy világfolyamat, egy olyan trend, hogy az írott kultúrának lassan már mondhatjuk a vége van, nagyon nehéz bárkit rávenni arra, hogy elolvasson egy könyvet ha csak nem fenyegetésekkel, de ugye ez már abszolút tiltott és távoli a tanári szakmától. Pozitív motivációval természetesen sok mindent el lehet érni, de hát ugye az egyik legismertebb általatok is ismert rap a, a Pont a Hit Rádióban olvastam egy ilyen eléggé kétértelmű, inkább negatív nyilatkozatát, hogy ő életében egy könyvet el sem olvasott, és a szöveges üzeneteknek is csak az elejét meg a végét. Ez nem egy jó üzenet, mert azt mutatja, hogy, hogy ez végre kimondta Tutit. Hát ilyenek vagyunk mind. Mm -hmm. Nem kell képmutatóskodni, és a lánynak a története is így jön be, hogy csomóan úgy érezik, egyébként tévesen szerintem mert a trágárságnak még bibliai értelemben is nagyon-nagyon pozitív leépítő hatása van. Tehát mm -hmm. nem véletlen, amikor a amikor emberek megtértek, ezt magamra is elmondhatom, meg másokra, és akkor ez az egyik első pozitív jel, hogy megváltozik az embernek a beszédkultúrája. Akár mm. egy villamoson, akár egy buszon, akár én meccseken is szoktam szerepelni, ha hallja az ember, egyszerűen furcsa és rossz érzése lesz. De nem nem azért, mert szenteskedik, vagy ha egyszerűen másképp hat az új újjászületett szellemre, és persze nem kérhetjük számon ezt a teljes közélettől, ezt a fajta persze. mércét, de az, hogy ez az erózió, ez a leépülés a szemünk láttára úgy menjen végig, be, hogy még ne is szólaljunk meg, vagy pedig azt mondjuk, hogy hát gyerekek, igazából ez egy ez, ez őszinte dolog. Igen. Am, amit a, ugye a, a, a sötétben művelnek, azt most a háztetőkről is kimondják, ez nem így van. Ne legyünk álszentek, ugye igen, szokták mondani. Igen. Ez egy kicsit erkölcsi kérdés is, mert mm. ugye veszik azt, nem akarok nagyon mindenfélét a, a, az asztalra pakolni, csizmákat és egyebeket, de ugye akár a homoszexuális házasságnak, vagy az er, erkölcsi, úgymond elferdüléseknek a legalizálása, és az ilyenfajta be között van azért némi párhuzam, nem nyakat ez a hasonlat. A, a, arra utal talán, hogy az eddigi 2000 éves zsidó-keresztény kultúrát tegyük egyszerűen úgy, ahogy van a koporsóba, szabadítsuk föl magunkat végletekig. Ezek ugye dogmák, de a hétköznapi szinten inkább életérzésekként, feelingekként, mm. attitűdökként jelennek meg. Trendeként Trendek. is. És a fiatalok ugye? nagyon érzékenyek mm -hmm. a trendekre. A kortás csoportok, ahogy mondjuk ezt leírták, nevelés, lélektanban megtanultuk, hogy az egymástól átvett minták tizenéves kortos sokkal erősebbek, mint, az, mint a, mint a az idősebbektől. Mondhat bárki bármit, ha már néhány évtizeddel idősebb, az, hogy én jó fej legyek az osztályban, és menő hogy legyenek, ez lesz az elsődleges. Uh -huh. És akkor jön egy ilyen hölgy, akit abszolút nem akarok minősíteni. Persze, mert meg nem a... személyeskedünk ma, ma Lili, igen, holnap Lali, teljesen mindegy. Tegnap meg, tegnap meg Blanca. <laughs> igen. Igen, igen, hogy... És nem beszélve arról, hogy az embernek a nagyon képlékeny és változékony korban van, még 18-20 éves korban, messze nincs kialakulva a személyisége, és jelleme. Nem véletlen, hogy néhány helyen, például az Egyesült Államokban 21 év alatt talán nem lehet alkoholt venni, tehát nem a 18 év az a, az éles korhatár. És igazából beszélnek erről teológusok, is, 40 év körül stabilizálódik igazán az embernek a teljes személyisége. Akkor hmm. válik az életkorban, Ez sok minden kell. És ezért, ezért igazából én abszolút nem vetném meg ezt a lányt, Persze. amit hogy eszközként, amit csinálnak belőle, és főleg a politika mindenre képes, és annak az ellenkezőjére is, és és hát itt most ennek a szemtanúi vagyunk. Igen, ő... igen. De akkor helyese úgy elintézni ezt az egészet, hogy most kiállt egy lánya színpadra, a sok beszéd közül elhangzott egy csúnya, csúnya szavakat használt, és akkor mi van? Vagy azért ez ez több, több ennél, András, szerinted? Szerintem azért több, mert... Tehát, hogy... Maga a folyamat szerintem, tehát azért a maga a, a biológiai vagy fizikai jellege az egésznek, hogy hogyan zajlott végig az egész folyamat, az az, az egyértelműen arra utal, hogy hogy ez egy, ez egy hírmorzsa volt, ami jelentékes, jelentőséget teli lett egy bizonyos oknál fogva. Tehát maga szerintem egy ideális helyzetben azért... Kezdjük ott, hogy ez nem kerül be egy percről percre tudósításba, hogy egy tanárok melletti tüntetésen ilyen vulgáris beszéd hangzik el. Ez az ideális helyzet. De hát ugye miután már bekerült, onnantól kezdve indul el ez a Hugolyó folyamat, hogy hogyan mit is, meg ebbe egyetértek veletek, hogy azért amikor már elhangzik egy ilyen, arra várható és valószínűleg lesz is, és jó is, hogy lesz azért a reakció. Nem gondoljátok, hogy ez tényleg túlmegy egy olyan határon, hogy azért sok ember, én, én reménykedek még, hogy sok ember jó érzését azért ez, ez, ez valamennyire azért zavarja sért, és nem azért, mert prűdök vagyunk. Uh -huh. És persze, hogy biztos, hangot adunk biztos, annak, hogy, hogy azért van. nem így kéne, miért nem lehet kulturális, kulturáltabb stílusba kiállni és elmondani a problémáinkat, mert, mert el kell mondani. Azzal Igen, azt pont, mondta ez a hölgy erre, pont erre az, az, az nagyon jó logikus okfejtésre és jogos okfejtésre, és érdekes az ő logikáját is megvizsgálni, hogy a mondandójának nem ez volt a lényege, hanem olyan hangsúlyos, sokszerű pontokat akart keresni a szövegén belül, ha tetszik, és szándékosan kérdezni, arra valóban fölfigyelni. És ezzel akaratlanul is az egész mostani világot nagyon jól jellemezte. Vagyis, hogy nagyon magas, vagy nagyon magas már az inger küszöb, hogy annyira hozzászoktunk akár a sokkoló látványhoz, különböző típusú filmek. trágársághoz. Igen, is. nagyon sok vágással készülnek a videók, ugye, sziporkázik a szemünk előtt minden, az agyunk szinte kisül a rengeteg ingerhatástól, és ha valami nincs, ami bombasztikus, nem akarok csúnyabb példákat mondani erről, hogy félig öltözött emberek a színpadon, meg egyébek, ez is előfordult. Hát hogy már lassan marom, idáig fajulna. Ak akár egy világeseményen lást Oszkár D. egy pofon elcsattan, ami volt annak idején, azok azonnal, ezek hirtelen ráirányítják a teljes médiának a figyelmet, aminek, mint mondtam, még egyszer megismétlem, mert fontos, hogy mindig üzemanyag kell, tehát valami, amivel tud foglalkozni. Nem csak a benne lévők megélhetése miatt, hanem ilyen a természete. Hogy egyszerűen, mint mondták a 60 évek, hogy 15 perc hírnév mindenkinek jár, vagyis, hogy elő kell venni újra és újra valami olyat, amire igazán is sajnos szerencsétlen módon most pont egy olyan egy dolgot, ami viszont a nyelvvel függ össze, és a nyelv, ugye, mint tudjuk, meghatározza az egész személyiséget. És lehet, hogy valaki küzdött több ilyen embert is ismerhetünk, aki küzdött igazából, hogy nem szeretne, de kicsúsznak az áll. Az, az, és azt látja, hogy hát igazából én vagyok a hülye? Hát igazából miért ne lehetne így beszélni, ha uh -huh. több millió ember előtt lehet? Nincs semmi probléma Igen. ezzel. És, Tehát és ez már gát... azért nem is trágárság, talán azt is érdemes kihangsúlyozni, mert annyira egysíkú, pervers beszédre ment rá a lány, ami azért szerintem már. Hát még ez A egy... szexuális életbe való belegázolás, mi, és annak is a ugye, leg ocsmágyabb módon való ö, fölhozása és ez sem véletlen, nem arról beszélek, hogy itt kinek milyen az irányultság, mert arra is van utalás egyébként ebbe a beszédbe, hanem arról, hogy ezeket íme gyerekek most ki lehet tenni az asztalra, nem a hátsó szobákba kell csinálni, hanem amiről beszélünk, az a valóság. És az ősz, egy kis mondatot még, ha megengedsz, a fiatalságban automatikusan benne van egyfajta lázadás attitűd, amiben lehet jó is. Az 56-os fiatalok szóba kerültek, tehát azok a srácok és a lányok valóban az életüket és adták is azért, hogy egy, 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 egyfajta olyan ö, elemi felháborodásból, hogy rossz az, amiben benne vagyunk, a felnőttek világa az képmutató, megalkóvó és elnyomós. Ugyanúgy a 48-as petőfiékre is utalnék, akik már a ruházatukban ezt kevéssé tudják, már eleve különbözni akartak a, a korabeli hatalomtól. Nem a bécsi divatot követték, hanem szándékosan ilyen magyaros ruhákba jártak. És hát valóban olyan verset is írt Petőfi, hogy akasszátok fel a királyokat, Uh -huh. ami annak idején felháborodás volt. De, de nem ez volt mégis az egésznek a magva, uh -huh. hanem volt egy nagyon nemes jó szándék, hogy mi változtatni szeretnénk az emberek. Hát sóság. azt mondják, itt is megvan a nemes hát jó igen, szándék, igen, igen. mert a jövő érdekében, uh -huh. és pont ezzel érvelnek, hogy ők csak a jobbért harcolnak, amit ugye a korábbi nemzedék elszúrt, pedig megtehette volna. És egy kicsit a mondani valójának a tartalmával is szerintem érdemes foglalkozni, mert ez most nem csak a konkrét lány van így szó, hanem lehet, hogy nagyon sok fiatal így gondolkozik, amit ő is ott elmondott a színpadon. Mm -hmm. Mm -hmm. Tehát, hogy ő, ő ugye egy jobb jövőt szeretné, és annak érdekében áll ki, és csattanítja ki. Én egyetlen dolgot találok a beszédében, amit azt mondom, hogy elfogadható, és a fiatal attitűdnek megfelel. Ez pedig az, hogy az előző nemzedék, a rendszerváltók nemzedék, a nagyjából a mostani 50 és 60 közöttiek, amihez én is tartozom, ezek elszúrták. Tehát, elszúrták? hogy az, azt a dolgot nem úgy vitték végig, ezt egy kritika lehet, ezt el kell fogadni, csináltátok ti is volna jobban, erre mondja az ember. Ezt kritik... könnyű mondani, könnyű szerintem. Mondani, de mondom, ezt én ezt élből nem szabad elutasítani. Hogy minden nemzedéknek meg kell önmagát fogalmazni, hogy én hogyan szeretném a jövőt építeni. De mint a, mondjuk a Pajor Tamás és körének a megváltozásán látjuk, ő is nagyon szépen és többször kimondja azt, hogy ha én olyan módon lázadok a fennálló konform rendszer ellen, hogy az a még súlyosabb dolgokat hozok létre, akár önmagamat elpusztítom, vagy súlyos devianciákat, vagy rombolásokat, vagy megtört életeket hozok létre, vagy, 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 vagy nem tisztelem mondjuk a házasságot, és itt-ott gyerekeket potyantok el, és azok megtört élettel fognak fölnőni, ezzel a lázadásomat kukába dobhatom. Mert ezzel még... nem lesz, Még jön. rosszabb lesz az egész, mint az a csökött polgári világ, ami, vagy kispolgári világ, ami ők annak. Ez abszolút uh -huh. ezért logikus az ilyen, ilyen hátterű embereknek a bizonság, illetve nem logikus, hanem hiteles. De egy ilyen fajta ellenbizonság, hogy kiáll ki egy hölgy valóban, egy labilis, változó, nagyon képlékeny életkorban, elmond egy ilyen mélyen a szexuális életnek a bugyraiba lemenő olyan utalásrendszert, ami úgy érzed csomó ember hogy hát ez, hát ez milyen vagány, hát ez lehet. Hát Persze, e hogy lehet, mert sajtószabadság van, uh -huh. és szerencsére nem gumibottal verik szét az embert ezért. És ki se rúgják. a de hatását e elemezni kell, szerintem értelmezni kell, és ezt tesszük mi is. Így van. Erőség. András, te is akkor nyugodtan, mert így belét folytottuk. <coughs> nem, nem, hát <coughs> mindenkor teljesen egyetértek. Igazából az a helyzet, hogy, hogy valóban az van, hogy, hogy ez egy olyan kommunikációs süllyelés, vagy egy ilyen mélyrepülés, ami az olyan múlt években zajlik, ami hát úgy tűnik, hogy egyelőre nem is olyan fog megállni, mármint, hogy nem Hova lehet még ebben Nem azt a trendet látjuk, hogy bármilyen javulás látható lenne. Én egy dolgot emelnék ki mindenképpen még az elhangzottakon felül, hogy Gyula említette, hogy hogy ez a rendszernek úgymond az üzemanyaga. Hát igen, és ez azért is találó szerintem, mert ebben az üzemanyagban most nagyon ilyen grafikus megfogalmazással élve embereket égetnek el. Tehát, hogy például ez a hölgy is az a helyzet, hogy az, azért a tudnevezett 15 perc hírnévén, amit Gyula is említett, azért igazából elképesztő árat fog fizetni hosszú távon. Tehát, hogy az, annak a, az ára, hogy ő róla, most róla szól a teljes magyar média, és ö, egy ilyen kontroverzális karakteré vált, az, ö, az, ö, az, nagyon nagy lesz. Tehát, hogy most nem, tehát tényleg nem kívánom neki, hogy ne ez legyen meg. Hát a beszéltünk ugye arról, hogy ilyen életkorban még bárki megváltozhat, stb. Ö, sokkal, hogy mondjam, túlszaturáltabb az ember karakter ebbe az időszakban, szeret nagyokat mondani, és a többi, ez, mindig az. Viszont az a helyzet, hogy viszont vannak például mondjuk olyan cégek, olyan szervezetek, olyan területei az életnek, ahol esetleg később ez probléma adódhat. Gondolod? Hát persze, hát azért a... kérdés, hogy mi felé megy a világ, nem? Hát Mert jó hogyha egyre jobban elfogadóbb a társadalom, a kultúra, a cégek, a vállalkozások, az ilyen devianciák fele, már pedig nyilván nem akarom az a ördögöt a falra festeni, de hát uh -huh. nagyon úgy tűnik nekem, hogy hogy azért ez egyre jobban belefér. Az a helyzet, hogy igen, ez is benne van, tehát hogy most már azért, tehát régen ez, ez, ez kinyírta volna az egész karrierét és életét, most már, az, most már csak az a helyzet van, hogy most már van egy veszélye annak, hogy esetleg kellemetlenséget okozhat neki jövőbe, de azért még mindig okozhat. Tehát azért a cégeknek továbbra is nagyon erős HR, policiaik vannak, politikájuk, lecsekkolják azt, hogy kit vesznek fel, főleg komolyabb esetekben. Tehát azért ez, ez nem egy egyszerű kérdés, akkor sem, hogyha már a kultúra ugye azért jóval befogadóbb ebbe uh -huh. az irányba. Még lehet, hogy mondjuk az adott cégvezetőnek, vagy a, vagy a HR menedzsmentnek nem is lenne problémája önmagával ezzel a dologgal, de már az, hogy ő egy szimbólumá vált, egy vitatárgyá vált, ezzel már nem biztos, hogy megengedhetik maguknak például, hogy alkalmazzák, vagy, vagy mutatkozzanak vele olyan körökben. De mondom, ez csak egy, ez csak egy elméleti Lászön. dolog, viszont az a helyzet, hogy ez, ez, egy valós veszélyforrás, és nem csak munka szempontjából, hanem az élet sok más területé lehet ez még gond, és az a helyzet, hogy egy picit azt érzem, hogy láttunk már ilyet, és korábban ugye a Nagy Blanka volt az ilyen, aki uh, szintén 15 perc hírnév alatt úgymond elégett idézőjelvet, tehát hogy most is már nem látjuk a politikai karakterét. Most azért újra a képek kerültek. Hát az most most, az, most, az, most az, hozzá. az egyik hölgy a másiknak <laughs> egy igen. Facebook postban, amikor a, szintén a Prüdéria országában való szomorúságos összeborulást. Pontosan. <laughs> de, de, az a helyzet, hogy sokan említették viszont azt, és ebben egyetértek ezekkel az emberekkel, hogy, hogy az egyik legszomorúbb sztori az egészben az az, hogy, hogy valós ember életeket. Használnak fel úgymond ilyen, ilyen ö, politikai hec tűzjáték kialakítására. És, és az a helyzet, hogy, hogy egyrészt, ugye, hogy az Gyula is említette, ez a magának úgymond a rendszernek az átka. Tehát ez nem feltétlenül az, hogy most bárki bárkit tönkre akar tenni, vagy hogy. Ö, ö, hatalmas sátáni összeesküvés van éppen a baloldali média konglomerátumok között, és mindegyik eldöntötték egy ilyen titkos háttérmeetingen, vagy ugyanez a jobb oldalon, hogy akkor most ők tönkreteszik ennek a lánynak az életét. Nem, ez csak ez a fizikai, hogy mondjam, taszítás, mágneshatás, mm. gravitáció és egyéb törvények mentén ez így alakult, hogy, hogy az ő Karaktere vált ennek az ügynek a középpontjába, és ez talán egy, egy, egy kevesebbet emlegetett szomorú eleme, hogy, hogy ki tudja még lehet, hogy érted ő is később meg fogja bánni azt, hogy mondjuk ő. De nem biztos, hogy neki ez később egy, egy pozitív dolog lesz. Tehát, hogy most lehet, hogy élvezi a, a, a figyelmet, vagy. Vagy úgy gondolja, hogy tényleg elért azzal valamit, amit csinált, mert ezt is el tudom képzelni, úgyhogy uh -huh. ő komolyan gondolja azt, hogy ahhoz, hogy egy bizonyos üzenetet átügyen, ahhoz ezekhez az eszközökhöz kell folyamodni. Viszont hosszú távon ez, ez nem biztos, hogy ör örökké lesz Aha. az ő megítélésében, uh -huh. hogy ez biztos, hogy így kellett volna tennem. És ugye a mai modern világnak megvan az a hátránya, hogy, hogy mondasz valamit, és így az egész ország uh, szinte azonnal értesül mindenről. A, a social média, a különböző híroldalak, a TikTok, stb. ezeken keresztül olyan gyors az információ terjedése, hogy uh, szegény lány még szerintem magához se tért, hát de már az egész ország föl ezt a róla, a róla amibe került. Igen, ám, de ö, azért az biztos, hogy a, hogy ez a jelenség azért rávilágít arra a beszéd kultúra, kultúrára, ami azért szerintem nagyon-nagyon aggasztó, hogy ilyen mélységeket ölt. És, ö, és hát nem tudom, hogy ezen lehet-e változtatni, vagy vagy valamennyire ez ellen küzdeni, mert, mert szerintem kell is, és szükséges volna. És, és azért ezt mondjuk ki, hogy ez, ez, ez nem jó, meg, meg, meg nem helyes. Abszolút így. Arra utalnék vissza, amit az András mondta, nagyon érdekes gondolat, és egyetértek vele hogy a cégek világának a, ugye a felső krémjébe, tehát a legkomolyabb állásinterjúknál és a legkomolyabb helyen azért ez nem elfogadott. Tehát valóban van egyfajta két ebben, hogy esetleg egy partin, esetleg uh -huh. egy laza bulvár sajtóban ugyanazok a cégvezérek megnyilvánulhatnak trágár módon, de ha üzletről van szó, és ugye nyakkendős, öltönyös embereknek az üzletkötésére milliárd dollárokról, akkor már ez a, ezt a kultúrát ők nem vállalják. Akkor még ről. muszáj viselkedni igen, ezek igen, az ennek az üzenete, nagyon sokféle kortünetet itt látunk fölcsillanni, és egy párat már említettünk, de Igen. egy újabbat hozzátennénk, hogy folyamatos kettőségben léteznek az emberek. Tehát hogy akik igazán profik, akár az üzleti életben, akár a politikában, mondjuk miniszterelnökök se szoktak így egymással beszélni, bár ezért néha bekapcsolt mikrofont effektus, tudjuk, hogy kiszivárok, ez igen, az, hát az egy-két igen, de minden esetre, tehát van egy, van egy, egy egyre szűkülő, vékony kis sáv így, a, így az egész életben, ahol azért még ezt, ezt szándékosan visszatartják. Az a kérdés, és ezt már sajnálottak e meg, inkább érdekből, mint belülről történik mm -hmm. ez. Tehát nem ők, ők sem tartják szerintem Szerintem a keresztény rosszumot. világnak itt nagy feladata lenne igen. az egyházaknak, meg a úgymond a nagy konzervativizmusnak, igen. mert azért a konzervativizmusnak része kéne lennie egy normális beszédkultúrának is. Nem? A tiszteletből, kéne. igen, a tiszteletből. És kéne. szerintem ennek nagyon van friss üzenete, modern üzenete, hogy a konzervativizmus eredetileg azt jelenti, hogy megőrizni, konzerválni valamit. És ennek sok ö, társadalmi csoportban, fiataloknál most különösen egy ilyen avit, pókhálós, poros de igazából egy igazi neokonzervatív viszonyulás az egy nagyon friss és új szinte forradalmi lehet, hogy valaki mondjuk egy fiatal táborban, egy közegben szándékosan nem így beszél, és lehet, hogy átél ezért hátrányokat, de egy személyes példa, amiket mondok környezetemben van több ilyen fiatal tiszteletet tud kivívni. És egy nagyon személyes példa, van egy pingpong csapatunk, akikkel rendszeresen más, ugye nem keresztény csapatokkal küzdünk, és ez egy nemes jó küzdelem, és föltűnt nekik, és megemlítették, hogy, hogy nálunk nincs, nincs ez a káromkodás kultúra, és ez, ez, egy idő után tiszteletet váltott ki. hogy tudok olyan munkavállalóról is, aki, aki világi közegben elérte azt, hogy az emberek nem kirekeztették emiatt, hogy ezt most mondták, hogy légy szíves, nagyon megkérlek, az én jelenlétemben ne, 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 beszélj így, mert ez nem méltó hozzád. Például így is meg lehet közelíteni, hogy egy, egy például, bocsánat, ne hogy valaki félreértse, én azt fokozottan érzékeny vagyok arra, hogyha a hölgyek nőktől hallok káromkodást. És ezt megkapom némelyektől, hogy ez micsoda igazságtalanság, de mégis egy olyan teremtett, kedves és, és, és Istentől való lény, aki még több a finomság van. Igen, és eset. igazából önmaguknak az önmaguk előnyeit is, és, kiváltságait rombolják le azzal. A férfiaknak se kéne, én százalékig azt mondom, de igazából itt egy lapáttal rátenni és egyfajta nemek közti egyenlőségben így versenyt Előnyre biztosítani. Tehát engem, nekem, engem ez jobban zavar, és ügy, ugyanakkor, ugyanakkor rossznak tartom azt is, hogyha ebben mondom azonos, mondjuk egy munkahelyen versenyezni kell, hogy lám, lám, mi nem csak a ö, 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 fizetésért való egyenlőségért harcolunk, hanem a beszédkultúránk is legyen ugyanolyan. Ez, ez nem jó szerintem. Elveszítik azt, amit, amit tisztelünk és szeretünk bennük. Igen. A kénére reagálnék csak nagyon röviden, amit mondtál, és ezt szerintem jól megfogalmaztad, hogy kéne. Mert az a helyzet, hogy a jobb, jobboldali sajtóorganumoknál és most szándékosan nem megyek bele se konkrét médiába, se konkrét szemébe, de vannak azért legendás karakterek, akik arról híresek, hogy igen. extrém mocskos módon képesek beszélni, igen. és nagyon sok esetben pont az ilyen sztorik után az erre adott retorziók is a lehető legtrágárabb és legmocskosabb nyelvezetten történnek, és ha esetleg valamelyikük, de ahogy Isten belebotlik ebbe a videóba, vagy mondjuk valaki esetleg a környezetükben dolgozik, akkor esetleg meg lehetne neki nem említeni azt, hogy, hogy igen, tehát valóban van ennek a, a, tehát tehát ahogy említettük korábban, az inger küszöböknek most már van egy kitolódása, és a, a, a trágárságnak is egy egyfajta kommunikációs, hát a, attraktív értéke lett olyan mm. szempontból. De hogy ezzel akarnak hatást elérni, igen, ez olyan igen, igen, igen. szegényes, Vizsondan, találjanak más Meg eszköz. vannak azért ebbe is szintek, mm. tehát azért amikor valaki mondjuk csak keményen beszél, és mondjuk mondjuk valaki sértőnek találja, meg meg... Tehát egy, egy, egy konfrontatív beszédstílusnak nem feltétlenül kell drágának lennie. Uh -huh. Tehát azért önmagában az, hogy tehát nem, nem csak trágára lehet feltétlenül kemény dolgokat megfogalmazni. Igen, meg hatást, fő, főleg most, főleg Igen, most az nem akarok. Hogy a humor és az irónia az milyen jó hatás hát a sokkal jobb Nem akarok... lehet figyelni mm -hmm. rá. tekintve, hogy én is úgymond a <laughs> újságíró és egyéb -egy pályafutása kezdeti tém vagyok, nem biztos, hogy én akarom kioktatni a magasabb szinten mozgó kommunikációs szakembereket, de azért akinek ez a szakmája, hogy a kommunikációt tanulja, végzi, és ez azért fizetik, azért az az ő szakmája, mestersége, címere, hogy bizonyos információkat és dolgokat eljutasson egy másik embernek, és természetesen el akar érni egy hatást, de mivel ő bízok abban, hogy ezek mind azért jó szakemberek, ismerik azért a szakmának a csinyát-binyát, találja ha találhatnának más utat is a háromkodáson. Most felül. jól mi a nagyokat. Vagy ötlet, ötletek garmadájához részesítette őket az András. Az Én is teljesen egyetértek egyébként, de nekem is van egy, egy gyerekkori sztorim, ami Igen. egyébként jó reménységre adókod, bár nem tudom, hogy azóta mennyire változott meg a világ. Mészői Kálmán volt Igen. a magyar válogatottnak, talán Igen, a szövetségi Igen. kapitány, a kislány voltam, és akkor mi nagyon szerettem a focit, bocsánat. És valami meccs történt, ahol kikaptak a magyarok, és ott élő adásban egy nagyot mm. káromkodott, igen, és igen. akkor ez engem annyira zavart, igen. hogy írtam konkrétan kézzel igen. egy postán igen. Email, igen. levelet, és igen. elküldtem neki, hogy hogy ez, hogy mennyire szeretem a focit, de ez engem mennyire zavart, és kézzétek el, utána bocsánatot kért. Nem, nem így, valahogy bocsánatot kért. Igen, valami igen. fórumon bocsánatot kért. Nem biztos, hogy konkrétan az én levelem miatt, mert lehet, hogy mások is kifejezték igen, a, a nem tetszésüket, de ez egy jó kis reménységre adokot, hogy azért lehet, hogy ezen a téren lehet embereket befolyásolni, nem biztos, hogy, hogy mindenkit. Még egy kicsit az üzenetére visszatérve, mert azért itt volt egy-két érdekes mondata a lánynak, ami lehet, hogy szintén egy ilyen korszellemet tükröz, amikor ugye az anyák, apák uh -huh. helyzetéről beszélt, és gyakorlatilag kifejezte, hogy le van tojva, hmm. és hogy inkább szeretni kell a gyereket, és nevelni, amit az előző generáció hmm. nem tett meg. Tehát itt is ugye az ősök hibáztatása, hmm. és egy teljesen másfajta családmodellt állít be példaképpen a lány. Szóval, hogy azért az ilyen beszédek mögött ideológiákat is fel hmm. lehet fedezni itt ahhoz csatlakoznék nagyon gyorsan, amit a Gyula említett korábban a melegházasság, meleg homoszexualitás kapcsán, is, és, és nem minden út a melegházassághoz meleg vezet, mint ahogy Rómába, de, de az, az viszont Róna biztos, Róna <laughs> az Igen. viszont biztos, hogy egy, egy, egy olyan érdekes tendencia figyelhető meg azért szerintem, hogy, hogy a, ha van, egy, van ez az értékrelativizálási hadjárat most idézője, be. tehát hogy, hogy érdekes megfigyelni, hogy azok a, a egyébként most utálok baloldalozni, mert, mert nem szeretek, de hogy ahhoz az ilyen balliberális ideológiai most halmazhoz kötődő tevékenységeknél megfigyelhető egy ilyen, egy ilyen tendencia arra, hogy hogy szándékosan, minthogyha így direkt, csak azért, mert ez egy korábban már lefektetett érték, uh -huh. elkezdik egyesével betámadni. Uh -huh. Tehát, hogy így... így minden törőnk pontosan, kell, tehát, amit az őseink csináltak. Pontosan, tehát minden, minden rossz volt, amit az őseink csináltak, és az a helyzet, hogy azért bárki, aki azért egy picit is azért a történelmet tanulta, vagy, vagy, vagy figyelt iskolában, akkor azért az, 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 a tisztában van, hogy, hogy az soha nem járt jó eredménnyel, amikor valaki abból indult ki, hogy egy több ezer éves örökséget, ami az elbúlt generációknak, úgymond a bölcsességét felhalmozta, azt elvessük. Most csak, hogy most kicsit gyakorlatilag sikra is helyezem a dolgokat, tehát azért az okostelefonok, a laptopok, a, a 90%-a annak, amiben élünk most, az azért olyan, amilyen, mert előtte ö, emberöltőkön keresztül le lettek fektetve bizonyos olyan kutatási, illetve mu, egyéb munkák, amik ezt lehetővé tették. Na most ugyanez egyébként az érték és erkölcsi viszonylatban sincsen máshogy. Ö, a, abba is biztos vagyok egyébként, hogy biztos voltak azért olyan korszakok, amikor. Tehát hogy azt is fontos kiemelni, hogy ugye, ahogy beszéltünk, nem hibátlan senki, kritikát azt mindig meg jaj. lehet fogalmazni. De amikor a kritika az abból áll, hogy, hogy kérdés nélkül mindennel frontálisan szembe menni, ami nem új és nem az enyém, uh -huh. az soha nem szerencsés, Igen. mert egyszerűen nem fog célra vezetni, nem fog értéket teremteni az, hogy, hogy automatikusan mindennel, ami, amit valaki vagy valamilyen csoport csinál, automatikusan azzal szembe pozícionálom magamat. Ez egyszerűen csak matematikai törvényszerűség, hogy így biztos, hogy rossz helyre fogok kerülni valamikor. Mert az, 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 olyan nincsen, hogy valaki teljesen rossz vagy teljesen jó, tehát ilyen polarizáltság nincsen. És ennek következtében, hogyha én valakivel teljesen mindig szembe helyezkedek, akkor az garantált, hogy én is valamikor brutálisakat fogok hibázni, és óra fogok esni. Igen, 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 ez egy nagyon jó okfejtés volt. Is, két konkrét példát, tél. mert ezt nagyon-nagyon fontos itt meg Említeni, hogy a jakobinusok és a kommunisták voltak a leghíresebb eltörlők, a végkép eltörlők. Ugye az internacionáléban, a legismertebb kommunista dalban, ugye egy szerepel, nekünk kellett ezt ünnepélyeken énekelni, hogy a, hogy a múltat végkép eltörölni, rabszolgahad jöjj velünk, vagy valami ilyesmi. Tehát a múltat végkép eltörölni, ezt a mai cancel is uh -huh. lehetne egy gyönyörűséges mondata, de eredetileg kommunista eredetű, és ugye a jakobinusoknak is ez volt, amiből Stálinnak a kedvencei voltak egyébként a francia csúcspontjának ezt a korszakot tartotta, amikor hihetetlen nagy terrorral rázódultak, mert új világot akartak, ha kér belőle, ha nem. Azt mondja egyik leghírhettebb ilyen kivégzővezér, Szent Zsűsznek hívták, hogy a szabadságot kényszeríteni kell. Ennél ostobább undorítóbb és félelmetesebb mondatot ritkán hall az ember, szabadságot a buta emberekre kényszeríteni kell. Ez azt jelenti, hogy egyébként a kommunista forradalom konkrét példákat tudnék mondani Kumbélától, esetleg Trockiig és másokig, hogy ők a házasság intézményét is, és az ahhoz kapcsolódó erkölcsi védőhálót, amit az András is utalt, hogy legalább 2000 év óta benne volt azért az európai kultúrában, képmutatással, vagy anélkül jól vagy rosszul működött, de benne volt, ők ezt szándékosan szerették volna föl, a számon, is az első kommunista nemzedékekbe Igen, komolyan fölmerült a kommunáknak a, a, a férfi kapcsolat ő, teljes föllazításának, a házasság szétverésének a gyakorlati ötlete, hogy a gyerekeket majd így kell közösen nevelni, és meg is szüntetik ezt a csökevényt. És ugye maga a beszédben is, hát hírhedten mocskosul beszéltek ezek az emberek. Uh -huh. Még Kádár Jánosnak is volt ilyen híres munkatársa, Marosán Györgynek hívták, aki, aki lement a csepeli Munkások közé, és akkor azt a azt a kicsit elvonta videológiát, én külkeményen, szűrő bébetűs szavakkal megfűszerezve, hogy elmagyarázt nekik, hogy gyerekek, hát most ez van, ez a vonal, és akkor azok ugye megértették, hogy, hogy, hogy most ez van, tehát ő volt egy ilyen közvetítő kulcsember. Ma ezek az emberek ugye a Youtube-on, meg a TikTok-on vannak, és így Igen. magyarázzák el a korszellemet Igen, a fiataloknak. Igen, abszolút. Egy dolog szerintem még érdekes az egész történet, de hogy, hogy most én, én ugye Szeretek magamra úgy gondolni, mint aki szeretne megérteni más embereket. Tehát azért én nem vagyok, magam megítélése szerint azt már maximum, majd kiosztanak engem, de hogy én azért nem szeretek magamra úgy gondolni, mint egy elzárkózott karakter. Én szeretem, hogyha, ha meghallgathatom másnak az álláspontját, és ha most én ebből indulok ki, ugye beszéltünk ugye magáról a tanárok helyzetéről, a tanárkérdésről, pedagógus gyerekként, ugye ezt egy korábbi adásban már említettem é. is, nekem is rendkívül szívügyem, viszont az a kommunikációs vonal és stílus, amit azért az elmúlt hetekben tanúsítottak a tüntetések szervező, és azoknak némelyik aspektusa, most nem az egészet helyezném egy kategóriába azért, de, de azért ezek az elemek, ezek ezek taszító és kontraproduktív elemek. Tehát, hogy a, a, azok az emberek, akik ténylegesen szeretnének elérni valós konkrét célokat, azoknak javaslom, hogy gond... megint csak most nem akarok senkit kiosztani, úgy látszik, ez most ilyen Magaslóról nem, nem osztogat De, de, mint, de, de mint, ötlet felvetve, uh -huh. hogy, uh -huh. hogy lehet úgy is kommunikálni, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül a lehető legszélsőségesebb eszközökhöz folyamodunk. Nem, most szeretném azt megfogalmazni, hogy nem minden klasszikus polgári gondolkodású, jobboldali keresztény gondolkodású ember egy, egy egy fideszes drukker, aki, aki a, a, Fideszhez, vagy a kormánypárthoz, vagy a KDNP-hez köti az identitását. Tehát, nem, tehát, az nem feltétlenül egy helyes eszköz, hogy, hogy, ha el akarunk érni egy célt, amiben egyébként megjegyzem itt pont egy olyan kérdésről van szó, amiben ahol, ahol elképesztő közös halmaz lehetne egyébként formálni, Ugyan. viszont valahogy mégis úgy fogják meg a kérdést, és egyébként nem, nem, nem nálam ez az egyetlen, hanem ismerősökkel is beszéltem, illetve más jobboldali körökből is hallottam visszajelzéseket, hogy ott is ez történt, hogy hogy, hogy olyan tanárok, olyan diákok, olyan polgári emberek, akik, akik szintén nem értenek egyet az oktatás jelenlegi helyzetével, szeretnének változást, szeretnék, hogy ehhez hozzá legyen nyúlva jól, ö, azok hátrább léptek, és nem hajlandóak közösséget válni ezzel a tüntetési hullámmal, pont azért, mert az ilyen ö, ö, mikroelemek, amik így elszórtan megjelentek, és például ennek egyébként jó példája az a, az a trágár beszéd is, hogy ezekkel ők nem hajlandóak egy platformra helyezkedni. Uh -huh. és, és az a helyzet, hogyha viszont ezeket elengednék, vagy ezeket egy picit háttérbe szorítanák ezeket az ilyen De szélsőséges fogják, dolgokat, Andrész... akkor sokkal nagyobb cél. Most, most én egy ilyen utopisztikus. Gondolj bele, hogy ilyen noárok, meg ilyenek uh -huh. az egésznek a hajtó motorjai uh -huh. az ilyen demonstrációknak, akiknek hát ők őszintén mondják, hogy az egész rendszert minek tartják, és, uh -huh. és nyilván ők, ők nekik nem csak az a cél, hogy most itt a pedagógusok jobb pénzt kapjanak, hanem ugye az egész rendszert olyan sötétnek, feketének, diktatórikusnak látják, hogy, hogy itt az a cél, hogy ez az egészen lesz Ez ezzel sajnos tisztában vagyok, és pont az a probléma, és, és, kicsit, kicsit úgy is érzem, hogy most én szeretném, hogy ez ne így legyen, de sajnos erre nem, nem, nem nagy esélyt látok, ugyanis megérzem, tehát ez egy megint csak vájszavárzat törvényszerűség, tehát hogy nem csak az egyik oldal, hanem a másik oldal, és ugyanúgy igaz, a politikai pólusok azok egyszerűen tényleg már-már fizikai jelleggel törvényszerűség alapján így működnek, viszont az biztos, hogy, hogy én nem érzem annak, hogy... Tehát, hogy ha, ha szigorúan azt nézzük, hogy, hogy ez a, például ez a trágár beszéd, illetve a... Kár a perverznek mondanám. Amúgy abszolút, tehát akkor ez a pervers beszéd, amit a, a hölgy uh, slam stílusban ja, uh, prezentált, igen. illetve az erre kapcsolódó ilyen ilyen egyébként furcsa védelmi összezárás, tehát én nem is értem egyébként, hogy ez ilyen miért volt ennyire mélyreütés így a a tüntetés szervezőknek, hogy egy tehát, hogy a csak egy, egy trágárságot lett a kritizálva, tehát nem is értem egyébként, miért volt az a hirtelen összezárás, tehát mint, hogy úgy megsértődtek erre, mint hogyha nem is tudom, a, a, magával a tüntetés ügyletével kapcsolatban lettek volna ekkora ellentvetések. De szóval a lényeg az, hogy, hogy ez a, a ha ezt egy elvennék, akkor szerintem ez sokkal hasznosabb, vagy, vagy sikeresebb tüntetési hullámokat, meg, meg aktivizmus lehetne elérni, mert az a helyzet, hogy ezzel viszont nagyon nagy rétegeket taszítanak el maguktól a uh -huh. társadalmon belül, olyanokat egyébként, akik nagyon szívesen, akár közös munkával, akár más dolgokkal ezt támogatnák, vagy ezzel foglalkoznának. Úgyhogy ez, ha, 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 azt kellene szerintem értékelni, mert kíváncsi vagyok, hogy Gyula, hogy lehet, hogy ha, ha értékelni kéne, hogy maga, például ez a slam poétria, amit prezentáltak, úgymond, és az erre adott összezárás és média reakció, az szerintem többet ártott összességében az, az ügynek, mint amennyit használt. Az biztos, hogy beszélnek róla, tehát ugye ez mindig, uh -huh. ugye, szokták mondani, hogy a negatív reklám is reklám, uh -huh. de de azért én az biztos, szerintem is, hogy többet ártott. Aha, aha. Igen. Igen. Te támog... Igen. Ez Nagyon érdekes kérdés, attól függ valóban, hogy mi a fő cél, hogy én is ugye ezt a szakmát gyakorlom, és látom a, a, a nehézségeket, és látom a, a visszás helyzetet, és igazából, hogyha ez lenne a cél, akkor egy politikamentes, nagyon szép összefogásnak én is nagyon szívesen beszállnék, és azt mondanám, hogy nyomatékosan el kell ezeket mondani, és valóban. De az már rendkívül. Kicsi a valószínűség, hogy András is utalt rá, hogy ne kapcsolódjon be ebbe bárki, bármelyik oldalról politikai haszonszerzés. És ilyen szempontból említetted, hogy ezt a főszervező művész urat, aki már az egész rendszert a kukába akarja dobni, ezt én, én, én sem szívesen csatlakoznék, mert úgy érzem, hogy eszköz vagyok már az ő világnézetének gondokhoz. Amikor ez megvan a joga, mert ez világnézeti szabadság van, de én ezt nem szeretnék már, igen, tehát ebben már tényleg több, igen, ebben benne igen. van ez a úgymond progresszív igen, világnézet igen, igen, is, igen, ugye? Igen, az LMBTQ igen, is benne van, mondjuk ki, legyünk őszinték. Egy ilyen csomag, igen. és ez nem egy erőltetett koncepció, hanem valóban a, 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 ha megnézzük a magia ezeknek a tüntetéseknek, a, a, az ügyvívői, a szóvívői, az, azok ezt az egészet így egy ilyen új forradalmi világképnek tekintik, ha nem is szeretik ezt a szót emlegetni. És ehhez már mondjuk, ugye békés, dolgozni akaró, de elégedet, Kamárok, elégedetlen, elégedetlen tanár és is valóban nem szívesen csatlakoznak, mert az érdekeinket jó lenne, ha ki tudnánk fejezni, de azt úgy kéne tenni, hogy szakmailag, nyomatékkal, engem például az adminisztrációs terheknek a hihetetlen nagysága, még az anyagi megbecsültség hiányában sokkal jobban. Na, ez annyira gúzsba köti. a döntéshozók. Annyira gúzsba köti a mindennapi munkát, annyi időt és energiát vesz ki, hogy ez, ugye nyilván én is pénzből élek, de ez, ez sokkal inkább megöli ezt az eredeti szépséget ebben a hivatásban, uh -huh. Mert egyszerűen az időt, az energiát el kicsontozzák az emberből, hogy dokumentumokat kell folyamatosan azért gyártani, hogy igazolja, hogy ő már sok évvel ezelőtt megszerzett diplomáját használni is tudja az életben. Ami Mi nekem még fú? egyébként egy kicsit vissza tetszik, hogy sokszor ezek a diákok úgy nyilatkoznak, hogy tényleg ilyen buta, hülye gyerekeknek uh -huh. neveli őket a rendszer. Uh -huh. Egyrészt szerintem ez egy kicsit eltúlzott dolog, mert én nem azt látom, hogy ennyire egyen kutyaütő tömegek jönnek uh -huh, ki az iskolapadokból, hanem azért én nagyon. So, lehet, hogy csak a saját kis környezetemben uh -huh. látom át, de nagyon sok tehetséges, ügyes, kreatív fiatalt Igen. látok ki jönni iskolapadokból, másrészt, meg egy kicsit akkor a tanárokat is minősítik, hogy akkor akikért harcolnak, azok oktatnak rosszul, vagy persze, most akkor persze. mi van? Ahogy szokták mondani, sok eleme van a sikeres oktatásnak, az infrastruktúrától kezdve a tanári fizetésig, a fűtött tantermektől kezdve a kivetítőkig de a legfontosabb eleme mégis a személyes hozzáállás. Hogyha az megvan, és a tanár a szívének a legmélyéből érdekessé tudja tenni, inspiráltá tudja tenni azt a témát, azt a tárgyat, és azt, a, a, azt az embert, aki tanít, azt személyiségnek tekint, szeretni tudja valóban, az életre szóló élmény tud lenni. Még akkor is, amellett tudjuk, hogy anyagi nehézségekkel küzdik az, de tiszteletet megkapja, és ez sok szempontból kárpótolja az embert. Tehát nem olyan elégedetlen tömeg azért a tanári had, hogy itt azonnal miniszteri Vizetéseket kérjenek, vagy cégvezetőit, hanem azt hisz, valóban kéne egy kis megbecsülés, ez kifejezi, csökkenteni kéne az adminisztrációs tereket, mert ez lélekülő, ez kegyetlen, uh -huh, ezt ez kimerem uh -huh. mondani, ez kegyetlen dolog, hogy ez, ez údul a tanárokra, állandóan portfóliókat kell írni, amikor inkább gyerekeket fejlesztenénk, versenyekre készítenénk föl, felzárkóztatnánk olyanokat, ezek mind, mind órákat vesznek el az ember életéből. Borzasztó. És most is pont benne vagyok egy ilyenben, úgyhogy pontosan tudom, hogy mivel jelent. Jól az időt. De, de ugyanakkor, ugyanakkor vannak a diákjaim, hogy sír a szívem, hogy, 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 hogy tudom, hogy külön kéne, szeretnék velük foglalkozni, mert akár szövegértési nehézségek vannak, és szívesen lennék teljesen ingyen, hogy, 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 hogy őket fejlesztem. De, de ott van, hogy november 22-ére hány dokumentumot kell nekem előállítani, föltölteni az adott rendszerbe, iszonyú merev kritériumok szerint, amiknek a való élethez semmi köze nincs. Borzasztó, szóval hát ezt azonnal, igen, azonnal igen. meg kéne szüntetni. Ez még a fizetésnek is, és szerintem több ezer kolléga egyetért ezzel, belőz ez a fajta nyomás. Nagyon reméljük, igen. hogy azért most már mi lesz valami változás. Igen. Ugye Maruzsa államtitkár fog találkozni november 7-én a sztrájkoló szakszervezetekkel, de hát nem tudom, hogy lesz-e valami. Rukkolunk a párbeszéd mert Valóban ez nem a igen. politikáról kell, hogy szóljon, hanem egy, egy, egy olyan rétegnek a méltó megbecsüléséről, van. akiknek a munkáját hát sokan sokan használják és használják. És hát nagyon fontos, Igen. úgyhogy tényleg le a kalappal Gyula, és is, Isten meg, áldja meg megt, a munkátokat. Megtisztelő ezt, hogy ezt itt elhangozhatok. Köszönjük köszönöm. szépen. Köszönöm neked is, András, Igen, és köszönöm. akkor búcsúzunk a hallgatóktól. Ez volt a mai Top 7. Hallgassák továbbra, is hallgassátok továbbra, is a Hitrádiót a Viszontlátásra, Viszonthallásra.